Sziasztok! Ebben a részben a Venn diagramról, a logikai szitáról! és a két témakör kapcsolatáról lesz szó. Ugye a matematika különböző területein már régóta használatosak az úgynevezett Venn diagramok a halmazok közötti kapcsolatok vizsgálására. Úgy, mint gondolok arra, hogy adott tulajdonsággal rendelkező halmazok és azok számosságának, elemeinek számának meghatározására. Akkor egyes állítások logikai értékének meghatározására is használjuk a Venn diagramot vagy logikai következtetések vizsgálatára, ezért is nevezik őket halmazábráknak. Ugye a Venn diagramot körökkel, vagy más zárt görbékkel, vagy általános alakzatokkal, például úgy mondják, hogy N egyszerű zárt görbével adunk meg a síkon, tehát a papírlapon jelen esetben. Ugye és minden görbe belseje, tehát a kör belseje, valamilyen halmazt ábrázol. A zárt görbén kívüli rész, mondjuk itt ez a kívüli rész, ugye kis ismétlés, annak komplementerét jelenti, azaz nem tartozik abba a halmazba. Fontos ugye megjegyezni, ez kis ismétlés, hogy egy n elemű halmaznak kettő az n-ediken részhalmaza van, azaz a gördék a síkot pontosan 2n-edik tartományra bontják, ezért a Venn diagram értelmezése alapján az következik, hogyha n kisebb egyenlő, mint 3, azaz az n fölveheti az 1, az M fölveheti a kettő, ugye a kettő az ennedik erről beszélek, illetve az M fölveheti a, a hármas értéket. Ezek eseteknek megfelelően a diagramok, a síkok, a síkot rendre kettő az egyediken, kettő a másodikon, illetve kettő a harmadikon ö, részre bontja. Tehát, ha mondjuk egy halmazos van, akkor ennek ö, részhalmaza ennek a körnek, ugye, mennyi lesz? Kettő, hiszen van ez, illetve a körön kívüli rész, ugye ez a kettő az első. Akkor, ha az ugye két értéket vesz, azaz két körünk van, akkor ennek a, halmaz ábrán, ennek a halmaznak kettő a másodikon részhalmaza van, ez csak ismétlés, ugye kettő a másodikon, azaz négy részhalmaza van, itt a metszet az első, bal jobb a harmadik, és ugye a körökön kívüli lesz a negyedik. Aztán, ha van három ö, köröm, tehát három halmazom, ugye annak pedig nyolc részhalmaza lesz, hiszen vannak a metszetek, illetve a körökön kívülről lesz, ezért jön ki az, hogy ugye nyolc részhalmaza van. Másfajta görbékkel bármely n értékre lehet n görbét tartalmazó venn diagramot készíteni, tehát ha az n értéke lehet 8, 9, 10 és sorolhatnám, tehát hogyha n nagyobb, mint 3, a probléma igazából akkor kezdődik, hiszen az ábráink egyre bonyolultabbak válnak, és ha n nagyobb, mint 3, általában már elipszisek jelennek meg, sőt nem ritka, ha a nagyobb hármas értéknél már kifli alakokat is felvesz ez a halmaz ábránk, de mi ilyenekkel nem fogunk foglalkozni, csak érdekességképpen megmutattam, hogy ugye bonyolultabb ábrák is léteznek, minél nagyobb a, ugye az az N szám, tehát minél több halmazt vizsgálunk. Nézzük akkor, Ugye a Venn diagram alkalmazásáról és a szita formula kapcsolatáról, a szita logikáról, a szita elvről fogunk egy kicsit beszélgetni. Ne felejtsük el, hogy ez a tartalmazás és a kizárás elve, ez jó, ha megjegyezzük, hogy mit is értek én ez alatt pontosan. Nézzünk konkrétan egy példát. Van egy 30 fős osztályunk, azon belül a matekot 12-, en a fizikát 14-en szeretik, és öt tanuló mind a kettőt, azaz a matekot is szereti, meg a fizikát itt. Hányan vannak azok, akik a két tárgy közül egyiket sem szeretik? Ugye két halmazt fogok készíteni, hiszen vannak a matek szeretők, meg vannak a, a fizika szeretők, és ugye van egy H alaphalmazom. Ugye legyen az a, a matek, a B pedig legyen a fizika kedvelők. És ugye a H az univerzum, az alaphalmaz, az maga az osztály. Az 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 alaphalmaz. Mit tudunk erről? Azt tudjuk, hogy a matekot 12-en, a fizikát 14-en 14 szeretik, és 5 tanuló van, aki mindkettőt. Na, ilyen feladatoknál, ahogy már az előző halmazos videóimban én is elmondtam, azt írjuk be mindig a Venn diagramba, ami tuti biztos. Tuti biztos az, hogy 5 tanuló mindkettőt szereti, tehát a metszetekből induljunk mindig ki. Ugye 5 tanuló szereti a matekot, és a fizikát is egyszerre. Na, akkor hányan szeretik a matekot? Ugye egyszerű, a 12-ből ugye levonok én 5-öt. 7 tanuló szereti ezek szerint a matekot, 14-en szeretik ugye a fizikát, de van köztük 5, aki mindkettőt, tehát a 14-ből is le kell nekem vonni az 5-öt, az 9. Így is eljárhatunk. 9 ember szereti a fizikát, 7 a matekot, 5 pedig kettőd. És ugye az a kérdésünk, hogy hányan vannak azok, akik a két tárgy közül egyiket sem ö, szerető, szeretik. Folytassuk akkor tovább. Ugye ugyanúgy itt a kérdés. Mit tudunk? Tudjuk azt, hogy az univerzum számossága az 30, a halma számossága, hiszen 30 fős hazosztályunk. Tudjuk azt, hogy 12-en voltak a matek kedvelők, tudjuk azt, hogy 14-en voltak a fizika kedvelők, és tudjuk azt, hogy a matek és fizika kedvelők számossága az 5 volt. Kérdés továbbra is az, hogy hányan nem szeretik egyiket sem. Ugye most ki lehetne pofon egyszerűen abból indulni, hogy megnézzük mennyi az osztály létszám, és akkor ugye kivonjuk belőle ezeket az értékeket. De csak egy kicsit meg akarom mutatni, hogyan lehet másféleképpen is ezt megközelíteni. A kérdés tehát az, hányan vannak azok, akik egyik tárgyat sem szeretik, azaz azt kérdezi, hogy hányan vannak azok, akik sem az A, sem a B halmazba nem fordulnak elő, azaz, mit kérdez, két halmaz egyesítésének komplementerét, ha visszamegyek az előző ábrára, azt kérdezi, hogy itt a két körön kívül ö, kik lesznek azok, ha én ide most gyorsan felírom, ugye a komplementer, ugye a két halmaz komplementerének unióját. Ami azt jelentette, Két komplementerének az uniója, hogy itt foglalnak helyen a körökön kívül. Ez csak egy kitekintés, ne felejtsük el, hogy a komplementer pedig azt jelenti, hogy sem az A-nak, sem a B-nek az elemei unióba lép, akkor A és B-nek sem elemei, tehát azon kívül, tehát magában az alaphalmazban fognak helyet foglalni. Ha én ezt tovább akarom még ragozni, ugye tudjuk, hogy a H az az alaphalmaz azaz itt jelen esetben az osztálylétszám. Az A-ba halmazba vannak a matek szeretők. Ugye ezt úgy is lehetne ö, ábrázolni, hogy az A az részhalmaza a H-nak, hiszen a H az ö, ö, osztályszám ö, tartalmazza a matek ö, szeretőket. Ugyanúgy, ugye a B-be vannak a fizika szeretők, a fizika szeretők is ugye az alaphalmazban vannak jelen, tehát a B ugye részhalmaz a H-nak. Ilyen közelítésből is meg lehet vizsgálni. Na, a kérdés továbbra is az, hogy hányan vannak azok, akik sem az A-ban, sem a B-halmazban nem foglalnak helyet, azaz itt tanyáznak az alaphalmazban. Hányan vannak azok az emberek? Hát, ha ö, józan paraszt hallgatunk, akkor a következőek szerint tudjuk ezt mi kigondolni. Hogy az alaphalmazból, az osztálylétszámból kivonjuk a matek kedvelőket, kivonjuk a fizika kedvelőket, de eszünkbe kell jutni, hogy mind a matek, mind a fizika szeretők közül van öt olyan ember, aki mindkettőt szereti, ezért én hozzáadom a metszetet, azt az öt embert, aki mindkettőt szereti. Ha most számokkal írom le, ugye 30 az osztály létszám, kivonom a matekosokat, kivonom a fizikásokat, és hozzáadom a mindkettőt szeretőket ötöz, akkor hány ember van, aki a két tárgy közül egyiket sem szereti? Pontosan kilenc. És ugye tetszőlegesen fel lehet írni a következőt, hogyha A és B halmazom, részhalmaz a H-nak, ahogy jelen esetben az osztály tartalmazta a matek és fizika kedvelőket, akkor arra igaz, hogy fel lehet írni, hogy A unió B komplementere. Fel lehet úgy írni, hogy az alaphalmazból kivonom az A számosságát, a B halmaz számosságát, hozzáadom a metcetnek a elemeinek a számát, és kiderül az a kérdése, a válasz, hogy hányan nem tartoznak A-ba se és B-be se. Ilyen egyszerű. De nézzünk egy következő példát. Hasonló a következő feladat is. Ez már egy kicsit valószínűség számításra hajaz, hogy mi a valószínűsége, hogy egy magyar kártyacsomagból visszatevéssel, azaz, hogy kiúzzuk egyet, vissza is rakom rögtön, két lapot húzva lesz köztük piros. Ugye több lehetőség is adódik a megoldásra. Az első lehetőség az, amikor már tanultuk a valószínűség számítást, ugye komplementer eseményt vizsgálunk. Azaz, kicsit fordítva közelítjük meg a kérdést, hogy mi annak a valószínűsége, hogy nem húzunk pirosat. nem húzunk pirosat. Mi annak a valószínűsége? Ugye tudjuk, hogy a magyar kártyában 32 lap van, és a 32 lap közül 8 piros. Tök mindegy, itt most a számok meg a formák, csak az volt a lényeg, hogy piros legyen. Tudjuk, hogy a magyar kártyában 8 piros szín van, az első, és az, hogy nem húzunk pirosat, tehát én gondolatban kiszedem a magyar kártyából azt a 8 pirosat, akkor 24-32-ed lesz az első húzás, a második húzás, ugye visszatevése szintúgy 24, 32, és ezt összeszorozzuk, akkor 576, 1024 lesz, és ha szépen én most ezt így leegyszerűsítem, azt kapom, hogy 916-od. Az esélye annak, ugye ez pedig a második húzás, 9-16-oda a valószínűsége, hogy ugye nem húzunk pirosat. A kérdés pedig az volt, hogy ugye mi a valószínűsége, hogy két lapot húzva lesz köztük piros. Ugye, ami azt jelenti, hogy az összes esetből ki kell vonnunk a kedvezőtlen És Tehát, ugye, az az 1 ugye az egy az a 32 per 32-ed, ne felejtsük el, egyből kivonom a 9-16-odot, és megkaptam azt, hogy 7-16-od az esélye annak, hogy a csomagkártyából két lapot húzva lesz köztük piros, ugye vissza is teszem őket. A másik megközelíthetőség pedig éppen az előbb tanultak, a logikával lehet ezt kikövetkeztetni. Ne felejtsük el, hogy bármely húzásnál, ha veszük az egész csomagpaklit, 8 32 esélyen van, hogy pirosat húzok. Azaz, egy negyed. Ha ezt leegyszerűsítem. Az első megközelítésből, amit itt vizsgáltunk, azt tudjuk, hogy ha itt nézzük, hogy mikor nem húzunk, akkor gyorsan leírom, hogy 1, ből egy ketted, az az egy valószínűség lenne, hogy bármely húzásnál pirosat húzunk, de ugye ezt felejtsük el, mert nem jó, hiszen mert kétszer számoltuk azokat az eseteket, ahol mindkét húzásra, kétszer számoltuk azokat az eseteket, amikor mindkét húzásra pirosat kaptunk. Ugye itt van az, amikor az osztálynál is ugye a metszetben lévő dolgokat vizsgáltunk, tehát őket ö, ö, ki kell vonni. És ma itt jön be a szita elv. A logika. Ugye az volt mi annak a valószínűsége, hogy az első húzás, és a második húzásra is pirosat kapok, Ugye ez a, a, az A1-A2 esemény, tér az, hogyha a pirosat húzok. Ha én ezt ugyanúgy leírom, tehát kell nekem az, hogy az első húzásom piros legyen. Az is kell, hogy a második húzásom piros legyen, hiszen így szólt a feladatom. Igen ám, de kétszer számoljuk azokat, amikor mindkét húzásra pirosat kapunk. Ezért nekünk ki kell vonnunk ezt az esetet, piros húzás és a piros húzás, tehát a metszetet. Ha ezt számokkal akarom fölírni, ugye mondtam, hogy mindegyik húzás, ugye egy negyed valószínűség, egy negyed, meg egy negyed, ebből ki kell vonnom azt, ugye, hogy mindkettőre pirosat húzok, hiszen nem akarjuk kétszer számolni. És ha ezt szépen megoldjuk, mi ez 1/16-od lesz. Közös nevezőre hozzuk. Az lett a megoldás, hogy 7 16 -od. Ennek is ugyanaz lett a megoldása, ha alkalmaztuk ezt a szita logikát. De menjünk is tovább. Magára konkrétan a szita formulára, amit itt a feladatoknál alkalmaztunk. A logikai szitát Kettő, illetve három ö, halmaz esetében, ugye a következő formulákkal lehet leírni. Van ugye a két halmazos esetünk, akkor van az A halmazunk, és van a B halmazunk, és ugye ők egy U alaphalmazban halmazban foglalnak helyet. Itt pedig a három ö, halmaznál ugye van az A halmazunk, a B halmazunk, és a... C halmazunk, és ugye ők is egy U-ba foglalnak helyet, egy univerzumba. Nézzük a, a kéthalmazós esetet. A kéthalmazósban úgy kell elképzelni ezt az egész formulát, hogy adott egy U alaphalmaz, és azon belül van egy A és egy B halmaz. Ha összeadjuk az A halmaz és a B halmaznak az elemeinek a számát, akkor ugye kétszer számoltuk az A és a B halmaz közös elemeit, tehát ezt a metszetet, így ezek számát ugye le kell vonni. Ezt is, ezt alkalmaztuk az első, előző két feladatban is. Mindjárt csinálunk egy három halmazosat is. A, a három halmazosnál pedig úgy kell elképzelni, hogy adott egy U alaphalmaz, abban van az A, a B és a C halmazok, és ha összeadjuk az A, a B, a C halmazoknak az elemeinek a számát, akkor itt is kétszer számoltuk az AB, tehát ezt, az AB, a B és a C, a B és a C, valamint a C és a, az A, tehát a C és az A. Ö, halmazok közös elemeit, így azok számát is le kell, von, ugye le kell vonni, és ugye hozzá kell adni ö, innen a közös részt is, az A, meccet, B, meccet, C. -t. Ugye így jön ki ez a logikai formula. De nézzünk egy konkrét esetet. Az iskolába 75 tanuló jár egy évfolyamra, 16-an tanulnak angolul, franciául és németül is, 24-en -an angolul és németül, 30-an angolul és franciául, és 22-en franciául és németül. 7 olyan tanuló van, aki csak angolul tanul, öten franciául, és ö, tizen csak németül. A kérdés az a kérdés, hogy hányan tanulnak angolul. Hát hogyan kell -e ennek nekiállni? A legegyszerűbb, ha úgy állunk neki, hogy készítünk ugye egy Venn-diagramot. A Venn-diagramban itt az univerzum alapalmaz, ami magába foglalja azt a 75 tanulót, aki egy évfolyamra jár. Ez lesz most az A halmazom, ez a B halmazom, ez pedig a C halmazom, de lehet ez az angolos, inkább akkor úgy csináljuk. Ők az angolosak, ők a franciások, ők pedig a németül tanuló diákok. És ugye tudjuk azt, hogy akik egyik nyelvet se tanulják, se az angol, se a franciát, se a németet, azok a körökön kívül ö, foglalnak helyet. Van egy ilyen roppant bonyolult megfogalmazású feladat, a Venn-diagramba mindig azt írjuk be, amit tuti biztos, hogy tudunk. 75 tanuló jár, 16-an tanulnak angolul és franciául, és németül. Akkor ezt a számot hova tudjuk beírni? Tehát 16 olyan tanuló van, aki angol, franciát és németet is tanul, hát persze, hogy a három körnek a közösnek, közös metszetébe. Aztán 24-en angolul és németül, 30-an angolul és franciául, 22-en franciául és németül tanulnak. Ezeket a számokat nem nagyon fogjuk tudni most jelen pillanatban beírni, hiszen 24-en vannak az angol és németesek, de 24-ben vannak azok is, akik franciául is tanulnak, szóval ez ez nem járja ez az út. Nézzük a következő mondatot! 7 olyan tanuló van, aki csak angolt, öt franciát, 10 pedig németet, hát ezt tudti biztos, hogy be tudjuk írni, hiszen 7 heten vannak, akik csak angolosok, 5 vannak, akik csak franciásak, és 10 vannak azok, akik csak németül tanulnak. Hát nézzük akkor tovább. Hányan lehetnek akkor azok, akok angolul és ö, franciául is, ö, akik angolul és franciául is beszélnek. Tudjuk azt, hogy 24-en tanulnak angolul és németül, 30 30-an vannak az angol és a angol és franciául tanulók is. Ha tudjuk, hogy 30-an vannak az angol és franciául tanulók, de 16-an vannak angol, francia és németesek is, akkor a 30-ból nekünk ki kell vonni a 16-ot, és megkapjuk azt, hogy bizony 14 olyan tanuló van, aki angolt és franciát is tanult, hiszen 30-an vannak az angol-franciások, és 16-an voltak, akik mindhármat beszélünk. Hát észszerű, hogy a 30-ból kivonjuk a 16-ot, és megkaptuk az angol-franciásat. Menjünk tovább. Itt vannak a francia-németesek. Azt mondja, hogy 22-en franciául és németül is beszélnek. De a 22 gyerek közül ne felejtsük el, hogy van olyan, aki németül is beszél ugye ez a 16 között van, ezért nekünk a 22 francia-németesből ki kell vonni a 16 közös hámin-három nyelvet beszélő diákot, akkor megkapjuk, hogy a francia-németesek hatan vannak. Na, így induljunk neki a feladatnak, ezt csak így szépen, lassan, átgondolva, meg lehet egyébként oldani, és nem vaktába beírogatni a számokat, hogy Ja, még kihagytam, bocsánat. Angol, 24-en vannak, akik angolt és németet is tanulnak, tehát 24-en vannak azok, akik angolt, németet, de 16-on akik mint három nyelvet, tehát a 24-ből én kivonom a 16-ot, akkor ugye megkaptam, hogy az angol-németesek 8-an vannak. Na, kitöltöttük ezt a Venn diagramot. Akkor álljunk neki az A kérdésnek. Hányan tanulnak ö, angolul? Azt tudjuk, hogy hét olyan tanuló van, ugye, aki csak ö, ö, angolul ö, beszél. Akkor nézzük is az alt, hányan tanulnak angolul. Biztos, hogy az angolosok vannak egyszer heten, ugye? Akik csak angol tanulnak. Aztán van egyszer az, hogy 24-en tanulnak angolul és németül. Aztán voltak 30-an, akik angolul és franciául is beszéltek. Igen, ám, de 16-an voltak azok, akik három nyelvet beszélték. Tehát ezt le kell vonni hiszen a, ezekben már bent van a, a 24 angol-németbe, 30 angol-franciába, akik bent voltak, a tize, ezért kell levonni a közös metszet, az a 16-ot, és akkor megkaptuk azt, hogy az angolul beszélő gyerekek száma 45 lett. Nézzük akkor a B-t! Hányan vannak azok, akik angolul és franciául is tanulnak, de nem tanulnak németül. Szóval akkor, hányan vannak az angol és franciák? Szóval a szöveg úgy mondja, hogy 30 vannak, akik angolul és franciául tanulnak. Akkor a 30 angol franciából nekem pofon egyszerűen ki kell vonnom a közös metszetet, hiszen ebbe bent vannak a mindhárom nyelvet beszélők, és még a 30 akik angol-franciát is beszélnek, akkor megkapom, hogy 14-en vannak a gyerekek közül azok, akik angolul és franciául beszélnek, de nem tanulnak ö, németül. Ha itt me leellenőrizzük az ábrát, akkor itt is láthatjuk, hogy az angol-franciások az ugye. 14-en vannak, ez a 14 pedig semmi köze ahhoz, hogy németet is tanul. Akkor nézzük az utolsó kérdést, az pedig úgy hangzik, hogy hányan vannak azok, akik egy nyelvet sem tanulnak. Hát pofon egyszerű, ugye kik azok, akik itt a körökön kívül helyezkednek el. Pofon egyszerűen meg tudjuk azt oldani, hogy összeadjuk ezeket a számokat, a halmazokban lévőt, 7, meg 14, meg 5, meg 6, meg 8, meg 10, meg ugye a 16 a meccetben lévő, és ezt összeadjuk, 66-ot kapunk eredményül, tehát 66 gyerek van, aki beszél nyelvet, de azt kérdezik, hogy hányan vannak, akik egy nyelvet sem, 75 tanuló jár az évfolyamba. 75-ből kivonom a 66 nyelvet beszélő gyereket, és megkapom, hogy 9-en nem beszélik ezt a három nyelvet, tehát nem járnak erre a kurzusra. Akik itt foglalnak helyet, ez a 9 ember itt a körökön kívül lévő univerzumba.